Izé van, gyerekek, beköszönés téma van, úgyhogy készüljetek, készüljetek. Ja, reggel, Vietnám ülve csatornák, képen jelentkezik következő csodálatos Farming Simulator 19. 1 milliárd euró kihívásos része. Na, itt egy kicsit alakítottam, ahogy beszéltük, hogy a gameplay-en kívül, figyeljetek, az a szituáció, hogy pénzbe került, látjátok, hogy azt hiszem 15 ezerről lekerült 7725-re a pénzem, szóval ezt se sumákolja el a keeper. Felhúztam itt ezt a területet csíkra, hogy ne legyen gond a következő kettőnek a lerakásával, meg itt is ugye eltüntettem azt, hogy így valahogy kinézzen, érted? Igen, úgyhogy megvárjál már, meg ugye itt betonnal lefettem, meg mutatom egyébként, hogy mit fogunk csinálni, mit csinálunk még. Ugye kellene még tyúk, itt is lefettem betonnal a kettő között, szóval itt el tudunk, ha akarunk közlekedni. Fölhúzni nem húztam fel ezt a részt, hogy a járda maradjon meg a kis parasztoknak, hogy ne kelljen itt a föld alatt menni, hogy valahogy kinézzen, tehát valamennyire reális maradjon. Igaz, a csirketelepen keresztül közlekednek, de hát jó volt. Egyébként én ezt bírom, ezt a gépet. Az a szidó, várjatok, meg kellene nézni. Ja, ide kellene raklap. Jó, nem, hoztam raklapot. De miért csak egy raklap van itt? Itt volt az, amikor elveszett, vagy mi van? Várjál már, egy kicsit utána kéne nézni a dolgok. Fut a képernyőt, de az örült öreg. Vigyázz, haver! Sokat a képernyőnek, tök jó, hogy át lehet menni, nem? Csukokba így, senkbe rúgom őket, repülnek, szar a széje. Jaj, úristen. Ezt egyébként nem tudom, miért csinálja. De egyébként azt hiszem, hogy bele lehet. Így be tudod öntözni, szóval nem kell neked azt csinálnod, hogy nem tudom, hogy ezt miért csinálj, miért nem rakja bele? Mert ja, így be tudod rakni, és ez olyan, mintha beleöntené. Úgyhogy ez egy frankó, csak hát ja, ez egy kicsit ilyen idegesítő. Nem tudom, hogy néha miért csinálja ezeket a dolgokat a gyerekek. Lehet, hogy nem jó van benne, várjál, majd mindjárt kipróbálja a keeper. Beljebb rakom, jó? Így. Nem tudom. Várjál, megnézzük a másikat. És közben ugye tojás az tervelődik, ez viszont ennek sincs semmi gondja. Oké. Hát lehet, hogy kellene raklap, most egy csomó minden gondolkodok. Az MTZ-t egyébként innen el lehetne vinni, most már ugye megvan nekünk az eresünk, viszont pénzt kellene csinálni, mert akkor igen, raklap mindenképp kell, mert kell hoznom búzát mindenképp. Várjátok, az MTZ az marad, ugye nekünk van már egy csodálatos járműünk, figyeljetek, kecseljünk el azzal, és akkor arra is ráfér ugye legalább kettő raklap. Ugye meg kipróbáljuk, hogy milyen ez az eres ilyen dologra. Kellene ide búzát hozni, hogy egyébként ezzel az eressel, bocs, hogy annak nem lehet, hogy ez nekerek nem tetszik, várjátok, ennek nem lehet lenyitani a ajtaját, hogy valami csöde. Feszítővek, kamera, nem lehet. Semmi nem lehet. Az elejét jól lenne volna, le tudom nyitni. Várjátok, hol tudok itt kimenni? Ide is kellene raknom egy betont, hogy itt ki tudjak menni. És akkor igazából itt érdemes bejönnöm, itt a központi része, nem? Akkor úgy csináljuk, hogy a jaj, bazza, ezen át tudok menni? Ezt nem tudtam. Vannak ilyen objektek, amin át tudsz menni, elég érdekes. Jó, nem lehet lenyitani. Figyelj, kettő raklap minimum kellene, de inkább három. Meg kellene ide hoznom búzát, mert hogyha ugye tojnak a tyúkok, akkor legyen. Ha három raklap kell, akkor kettőt rakunk oda, egyet meg ide. És akkor nézzétek, ma milyen közel vagyok itt a izéhez, a bolthoz. És egyébként még fogok terjeszkedni, hát minimum kettőt le fogunk rakni, utána mondtam, hogy földet fogunk venni, akkor már termelődik elég sok pénz, és akkor terjeszkedünk arra, déli irányba konkrétan. De egyelőre kellene annyi pénzt termelni, hogy tudjam televenni ezt a negyedik istálót is, vagy istálót, tyúkolat inkább, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt a dolgot. Tudjam televenni tikkal ezt a nagy kecót. Ja, egyébként most itt nagyon-nagyon, egyre jobban függöm ezt a dolgot. Ja, hogyha kézzel pakolok, írt a hamutartó, hogy adjam el ezt a targoncot, szóval el is adom, egyébként nem egy nagy pénz, mert szinte semmit nem ér, de hát ne legyen. Egyébként fölösleges gépet, meg minden ilyen aszközt nem érdemes tartani a mapon, mert annál inkább ugye terheli ugye a játékot, az engine. Hát az engine nem annyira kiforjott abban, hogy ugye, hogyha nagyon sok ilyen eszköz van, félleg modoltak, akkor azért tudja rángatni a tökét rendesen az engine-nek. Úgyhogy ezt így eladom, nem gurulták? Ja. Hát 4000-be kerül, nem baj, gyerekek, nem azért adtuk el, ugye, mert kölle annyira a pénz, hanem azért adtuk el. Egyébként, ha itt vagyok már ennél a boltnál, akkor úgy szoktam csinálni, hogy akkor már tudod. Na, tudod, mire gondoltam. Nyilván. Nyilván.
Egy három darab raklap, csak fölfér arra a korrére, nem? Három darab raklap, lap, 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 nem raklap, hanem laprak. Egyébként erre körülbelül egy férne rá normálisan szerintem. Na, keeper meg úgy, hát erősek vagyunk. Nem, pont nem fér, jó, ja, hallod, ez nehéz, nehéznek minősülő tár. Ő simán, sima liba gyerekek. Egyébként ugye ez nem a három pontos csatoló, szóval erre még föl lehetne még hátulra is esetleg valami kettyinteni. De hát most nem az a lényeg, hanem az a lényeg, bár ilyenkor az a lényeg, amikor így pakolszuk, ez fog meg távolabbról, és ugye akkor már is. Az mi? Kiesik a kezéből a csávónak, mit csinálta? Akkor föl tudod emelni magasabbra is. Hová? És akkor feszítővek. Aztán hadd ne szóljon! Ó, ez már megint ilyen ortolós. Egyébként elmondom nektek, akkor nagyon ortolós, hogyha nagyon keresztbe kapod a korbányt. Hát, most például azt történik. Nem tudom. Ja. Ez a gép elég bajos. Ez már megint szenvedünk vele, mi? Á, ne, nem akarom! De nem, mit csinál ez? Szalad, majdnem kiszakad az első futó, mivel úgy görb. Hát mit csinálta? Jaj, gyerekek, hát itt az ember is van. Nem értem egyébként, hogy ezt miért csinálja. De valamikor meg tök jól működik. Jó van. Hát próbálkozzunk vele. Lehet, hogy ez a három raklap sok... Három raplak! Raklap sok... Neki egyébként néha olyan csinál, mint a kiszakadna a futó, meg olyan így betörik elől. Valamikor meg tök szépen elfut, látod? Jó! Finoman kö... Hallod, ennek a három raklap, ez kicsit erős volt. Jó, van, semmi gond. A kanyarokkal vigyázzunk. Egy kicsit a súlypontunk el van csúszva. De legalább élet, hogy jaj, jön a passzát, a hülye gyerek. Vagy nem passzád, vagy mi az? Olyan, lelej olyan, mint egy ilyen régi bo... Ja. Egy Volvo. Jó van, előre kell... Gyere... Jű, baze. Ja, érdekes dolgokat történnek. Lehet, hogy ehelyett egy... Mondjuk a pautkocsit úsztam volna, lehet, hogy abban jártam volna. Ezen... Tudunk, indexeljünk egy gyereket. Még nem is indexült, ahogy jól. Igen, ha nagyon keresztbe csapod az elejét, akkor van baj. Érdekes dolgokat tud művelni az a gép gyerekek. Ja, úgy tök jó el van, azt keresztbe vágod az elejét, akkor olyan ortolós lesz. Szerintem nagyon könnyű az eleje egyébként, nem? Nem azért csinálja, mert általában akkor ortolósak a járművek, hogyha kiemel nagyon az eleje. De aztán valamikor meg így el van. Csak tényleg, amikor keresztbe csapod, azt nem szeretik. Jó, hát ide kellett volna jönni, de ugye kerülőnek megyünk. Mert itt nem tudok elgyűni. Itt a fal mellette tudnék gyűni? Gyűni, hát mit beszélsz? Na, itt be tudnánk menni. Figyelj, Mari, vigyázz, neki mész a raklapnak, hát ne legyél ilyet. Figyelj, le kell satúznod, és akkor be tudod fordítani az elejét. Egyébként szokható. Figyelj, mindjárt megint befordítja. Mondani. Rúg! Ilyen Mad Max kanyar tudsz vele csinálni, muszáj. Mondani. Figyelj, Tibi, menj innen, vagy csaj. Jó, itt megállunk, mert baj van. Állj! Stoj! Kézifék, vagy valami legyen. Hú, gyerekek, ez egy ilyen őrület. Figyeld, mit művel az eleje. Állj meg! Sándor! Figyeld, megy. Ne menj! Jó. Hát igen, ez nem biztos, hogy a legjobb óka egyébként. Így, na, vigyük a tojást! Ja, itt egy van, és akkor másikba meg a kettőt berakja a képbe. Abban még nincsenek tyúkok, ugye, nem is tudom mennyi, 35 ezerbe kerül egy furik tyúk. Egyébként itt nem tudtam felhúzni, itt azt fogom csinálni, hogy vannak ezek a betonlapok, csak rettentő drágák, abból megcsináljuk, hogy legyen itt egy ilyen talaj, meg ugye fallal megcsinálom. Itt nem engedte felhúzni sajnos, eddig itt fel van húzva, de rettentő drága, de van az a betonfal, azzal meg akarom oldani. Szóval az így fog működni. Egyébként máshol sikerült felhúznom, minden jól működik egyébként. A tyúkok nem potyognak ki belőle, hát egy kicsit ilyen levegőben van, de mindjárt megmutatom nektek, mert lehet, hogy hitetlenkedtek, hogy én ezt hogy fogom megcsinálni. Megmutatom, jó? Mert nehogy az legyen, hogy hú, hát itt ez ilyen csúnya marad, meg ilyen hülyén néz ki, meg grafikai bug, meg mit tudom én. A decorationnél vannak ezek a falak. És akkor ebbe gondolkoztam, hogy ezzel majd így végig rakom, csak elég drága. Látod itt, amit tudom, hogy ez így. Így végig pakolom, és akkor ugye eltűnik az a rész. Szóval olyan, mintha ilyen támfalon lenne. Szóval megoldható, nem kell gond.
erre izolni, itt van, ez is például úgy végigrakod, csak egyébként, jó, most nem akarok vele szenvedni, hanem inkább szeretnék pénzt tervelni, meg egy csomó videót szeretnék csinálni, most egyelőre az maradjon úgy, jó? Meggyőztelek benneteket, vitatkozni nem tudtok, mert maximum kommentet írtok, haragos kommentet, hogy hogyan néz az ki Keeper, hát szerintem igazából egy kis dekorációztam. Jaj, milyen jól néz ki, figyelj, hogy besüt a nap. Hát egy csodálatos reggelünk van, és megint egy csirkehollal vagyunk többen. Egyébként nézd meg, ide jön ugye szembe fordítva egy, kettő, és akkor ugye itt lesz egy középső plac megint. Itt le lesz zárva egy kerítéssel, és akkor megint lesz egy ilyen placunk, ahol ugye tudunk a tikokkal foglalkozni. Hát a cuccot az valószínű, hogy arra kell áthordanom, mert nagyon másfele. Nem tudom, jó, nem is van ezzel foglalkozunk. Mi az, amire szükségünk le? Pénzre van szükségünk, gyerekek, hogy meg tudjam venni ugye a negyedik tyúkolba. Ja, meg kellene ide hozni ugye azt. Hol van a izénk? Pont eltaláltam, hol az ifa. És hogy állunk itt? Eladtunk mindent? Eladtunk mindent, meg kellett a pénz lóvére, ugye? Nézzük meg, hogy áll a izé, szóma. Ugye szalmánk azt tudnák eladást csinálni. 141, az nagyon-nagyon, a szalma nagyon durva áron megy. Viszont kellene a tikoknak vinni a kis szemet. Úgyhogy eladtuk az összeset, ezért kellene aratni egyet. Ugye még mindig nem dolgozhatok munkással, majd a legközelebbi sorskártya húzást, talán nem fogom kiúzni még egyszer azt, hogy ugye falunap van, már itt, baza, hogy van falunap, minden már itt a falunap van. Ezek isznak mind a kefekötő. Hogy beleugrott a kíper az ebbe? Kombányba! Jó, kellene egy pár ezer, hát elég sok kéne egyébként. Lehet, hogy első fogom adni most már. Azt a maradék búzát, mert inkább lehet, hogy ez a maradékot, ami marad, azt betermelem a tyúkoknak. Mert elég így a határon mozgunk, állandóan szenvedni kell azzal, hogy mennyi van nekik. Viszont igen, az eres az még mindig nem igazi. Azt hittem, hogy egy ilyen aszfalton tök jól működik, de nem annyira akar. Lehet egyébként, hogyha a platón vannak kacatok, mert ezelőtt is akkor bolondult meg, amikor felszórtam a platóra ugye az ágakat. Lehet, hogyha ilyen gabona hordásra használom, úgyhogy mindenképp a silóba fogom bedobni a gabonát, és megpróbáljuk vele kivenni, és megpróbáljuk kivinni a megfelelő helyre. Lehet, hogy akkor normálisan működne. Úgyhogy azt meg fogom próbálni. Meg egy kis pénzt termelünk, egy 35 ezeret összekapunk azért, hogy a tyúkok ugye a 4 istálóban, most már 2000 darab tyúk termelje nekünk a pénzt. De ugye ettől kell raklap, kell izei hozzá. Gabona, búza vagy árpa, egyébként Bandinak a felvetése érdekes, hogy miért csak a búzát teszi meg az árpát, a csirke, vagy igazából csirke nincs olyan, amit ne edne meg, még ilyen szabad ilyen téren is tartható, mit tudom én, hogyha megfelelően mennyi méretű ilyen réted, meg minden van ott elszereget, és még úgyis túléli, de azért nem árt neki adni, de egyébként mi például kukoricát szoktunk neki adni, mármint szó szerint mi, mármint így a valóságban, és azzal például attól azt szokták mondani, hogy jó sárgája lesz, szép lesz a tojás, jó sárgája lesz, hogyha sok kukoricát eszik. És igen, a kukorica például nem értem, hogy miért van így leredukálva. Igazából én úgy csináltam volna meg ebben a farmingban, hogy a csirke az így mindent tegyen, nem? Hát mindent, amit, ha mindent megenne, nem tudom. Egyébként a napraforgót hírta az izébe adni, nem tudom, a napraforgót azt meg tudja elni? Biztos szétcsapja, nem? Igen, mit nem eszik meg a csirke? Hát nincs olyan itt, meg azért nem gazdós ez a terület. Ugye, hogyha megvan még kettő csirke, ahol elég gyorsan meg lesz, mert ugye a csirkék is termelik most már a pénzt, tök hamar meg lesz szerintem egy-két részen belül, akkor a szomszéd terület ezt a böszmenagyot meg fogjuk venni. Jó drága, 260 ezer vagy nem is tudom mennyibe kerül, akkor már nem lesz olyan nagy, nem lesz olyan veszélyes, és akkor valószínű, hogy hosszába fogom akkor már dolgoztatni a munkásokat. Ugye ezt a két végét, a kerítésnél lévő végét, meg a másik végét fogom le. Lehet, hogy azt nem is kell. Ja, jó. Egyébként mondtátok, hogy szedjem ki a fákat a legvégéből, és akkor jól fordulnak a gépek, de ezen az végén semmiképp nem fognak jól fordulni. Hát majd mindjárt meg fogjuk látni ezeket, meg megpróbáljuk. Egyébként lehet, hogy azt kéne, hogy mind a két végén kiszedném a fákat, lehet, hogy tök jól fordulnának.
Azt lehet, hogy meg kellene csinálni, ha egyszer már nem tudok más nagyon, mivel ugye még gépi munkással nem dolgoztathatok, meg mindig már négy része vagy mióta nem tud. Fúlapasz. Nagyon rácsaszott a kipa, de egyébként így is eléggé haladunk. De belegondoltuk, már régen ez háromszor el lenne vedve, hogyha, vagy egyszer biztos, hogy még egy vetésforgó már meg lenne, hogyha gépi munkással tudnék dolgoztatni. Ó, gyerekek, nem indítottam el az időt, de elindítottam, jó, hogy nagyjából tudjam, hogy mennyi az annyi. Most a hétvégén jól megnyomtuk ezeket a részeket, én is nagyon ráfügtem, ugye eléggé haladósra sikerült, és egyre motiváltabb vagyok. Ezelőtti részben különben tök jó tízés sztorizgattunk. Ja, jó volt. Jó volt az internet korszak elejéről, meg ugye a CD korszakról, meg a floppy korszakról. Ja. Az a baj, még nem néztem meg a kommenteket az alatt a videó alatt, szóval nem tudok nyilatkozni róla, biztos írtatok, de a kommenteket fogom figyelni aztán, hogyha ilyen felvetések vannak ilyen sztori jelleggel, akkor mindenképpen majd fogunk ezekről beszélni. Egyébként ennek nem is kell engedni a vágóasztalát, nyomsz egy B-t, azt le is engedi automatikusan, meg V-t nyomsz, nem emeli fel, szóval B-vel tudod csak működtetni. Na, gyerekek, körülbelül fölérünk addig, azonban meg is telik. Az ifával elviszem mindenképp akkor abba a silóba. Mondtátok, hogy cseréljem le ezt az ifát normálisra, mert ugye ez egy silós ifa puttony gyakorlatilag. Csak az a baj, az ilyen jó nagy, aztán hadd szóljon. Úgyis majd előbb-utóbb dőlni fog a lóvé. Szerintem pár részen belül tényleg dőlni fog itt a lóvé. Iszonyat mennyiség, úgyhogy olyan szintű reformálás lesz a TSZ-ben, hogy azt lekövetni nem fogjuk tudni. Olyan, szerintem ilyen, ahogyha megindul a pénztermelés, akkor ilyen öt részen belül ilyen konkrét egész gépparkot cseréljük. Végre nem kell azt nézegetni, hogy jaj, 60 ezer a kombány, úristen, most mi lesz, hogy gazdálkodjam ki, hanem adjál nekem már majd belőle, klassz megát, Tucanót, nyomjuk neki. Yeah. És az egyedül, hallod, gépi munkás nélkül adtam ezt a földet. De egyébként nem tűnt olyan sok, mert tök jó elsztorizgattuk. Különben itt szerintem sokkal jobb, mint hogyha az lenne, hogy... Valaki írta egyébként, hogy túl sokat. Jó, gépi, hogy csak annyit beszélsz. Ilyen rögő pofával. Jó. Azt szokták mondani egyébként, sok beszédnek sok az alja. Én megpróbálom a mondandómat olyan dolgokra koncentrálni, aminek így értelme is van. Szóval talán olyan sok hülyeséget talán nem beszélek. Meg annyira nem zavaró, remélem. Ó, Lári! Egyébként emlékszem rá, és egy kicsit ilyen privát dolgokról. Szegény fateromat mindig sokat csesztettem azért. Tudjátok, amikor fiatal az ember, főleg tinédzser, és akkor már egy kezd kiszakarni abba a környezetből, a családi környezetből, és a faterom nagyon sokat szeretett mesélni, kb. Úgy, mint én, a régi dolgokról, rengeteget. Mármint akkori régi dolgokról. Akkor nem tűnt annyira érdekesnek, tudjátok, ezek a traktoros sztorik, meg ezek a régi világos sztorik. És akkor mindig mondtam, biztos ti is voltatok, hogy meg ne legyetek így, ezt a hibát ne kövessétek el, amikor a faterotok elkezd mesélni valamit, és akkor tudod, közbeszólsz, hogy én legalábbis azt csináltam, jaj, oké, fater, ezt már mesélted, jaj, már tudod, hagyjál, tudod, és akkor így nem fordította elég időt mondjuk rá, és lehet, hogy tök érdekeset mondott, meg azért jó lett volna, meg örült volna, hogy elmeséli, úgy, mint ahogy én örülök, ahogy meghallgattok. De igen, én nagyon sokszor mondjuk úgy, hogy leurrogtam, hogy aj, nem meséld, meg már hallottam, meg minden. És így belegondolva egyébként én is tök olyan vagyok, hogy ő is egyébként ilyen volt, hogy tök szeretett ezeket a régi történeteket elmesélni. És nagyon sokszor egyébként ő is olyan volt, mint én, mert én tudom pontosan, hogy nagyon gyakran ismétlem magam, mert már annyiszor elmesélem, meg annyiszor eszembe jutnak ezek a dolgok, és lehet, hogy többször elmondom. De hát ugye mondjuk itt egy nagyobb közönségnek mondom el, és emiatt lehet, hogy valaki nem hallotta. De ő például nagyon sokszor elmesélte azokat a sztorikat, amiket lehet, hogy én már tízszer hallottam, és lehet, hogy azért is sokszor így nem volt hozzá türelme, így utólag az ember megbánja ezt természetesen. Ja.
Nem volt persze tökéletes, de azért, azért figyelj, senki nem tökéletes. Belegondolok a saját életembe. Így egyébként akkor jön rá leginkább az ember, szerintem még amikor fiatalok vagytok, lehet, hogy nem látjátok mondjuk. És nem azt mondom, hogy nagyon nagy hibákat követnek el a szüleitek például, de lehet, hogy nem látod teljesen tökéletesnek. És azt mondod, hogy nem jó, ahogy ő csinálja a dolgokat, veled kapcsolatban is, vagy akárkivel kapcsolatban, de igazából, amikor elkezdesz felnőni, és elérsz egy bizonyos korba, akkor jössz rá így visszanézve, hogy te se vagy tökéletes. Te se csinálod minden részletébe jól a dolgokat, nem mindig úgy reagálsz az életnek a felhozott problémáira, hogy kellene, tehát amiben beleütközöl, lehet, hogy nem jó döntéseket hozol, és ezért ugyanúgy téged is kikezdhetnének, és ahogy mondjuk te úgy gondoltál valakire, hogy rossz döntéseket hozott valamit. Remélem, hogy értitek, mire gondolok, hogy lehet, hogy ez főleg az idősebb korosztály, de inkább, hogyha fiatalok hallgatják, akkor próbáljátok ne annyira ítélkezni senki felett. Inkább amikor majd idősebbek vagytok és visszanéztek, akkor látni fogjátok, hogy igazából senki nem tökéletes, lehet, hogy a fatarod se tökéletes, mondjuk édesanyád se tökéletes, akár a testvéred se tökéletes, meg a barátaid se tökéletesek, de te is vissza tudsz nézni és bele tudsz gondolni, hogy igen, te is és rengeteg hibát követsz el, és emiatt lehet, hogy nem érzed magad rossznak, de lehet, hogy mások meg úgy gondolják, hogy nem jól csinálod a dolgokat. Értitek? Általán, jó, nem tudom, most egy kicsit ilyen, átmentünk ilyen izébe, ilyen kis szentimentális dologba. Remélem, hogy értitek, hogy mire gondolom. Jó. Hát azért a gépi munkás jobban dolgozik, mint én. Mi? A főnöknek be kell tűnni a gépbe, úristen. Húja. Egyébként feliratkozott rám valaki, akit nagyon sokat néztem, csak az a baj, nagyon ritkán rak fel videót, van itt a... Hát valószínű, hogy nem nagyon nézi a videóimat, szóval nem nagyon fog beleütközni ebbe a mondandóba, amit itt elmondok. De... Én sok videóját néztem, mindenképpen nézzetek rá. Fú, valamilyen... Az a baj, nem tudom a csatorna nevét, valami Laci bácsi és valamilyen szám. Az a lényeg, hogy ha úgy kerestek rá a videóira, hogy újra szól a hathengeres, erre a videóra rákerestek, akkor annak a csatornája. És ő neki, ő a szomszéd faluban lakik, és rengeteg, megnéztem az összes videóit, nagyon ritkán rak ki igazából, mert olyan tartalmat nem gyárt, ő mezőgazdasággal foglalkozik, de úgy foglalkozik mezőgazdasággal, hogy a videóiból, amit leszűrtem, hogy tiszteletbe tartja ezt a hagyományokat, és leginkább ugye ezeket a régi gépeket. Például neki van egy olyan videó sorozata, mivel több részből áll, az már sorozatnak nevezhető, hogy a Magyarországon egyetlen elkészült 240-es rábát így gyakorlatilag megmenti, már mint elmegy érte, félig benne a sárba, kihúzzák, szétszedik, motorját teljesen szétszedik, látom menetvágóval dolgoznak ott minden, szóval vannak ott gondok, és akkor utána ugye van róla videó, amikor elindítják azt, az újra szól a hathengerest, azt mindenkinek ajánlom már csak a hang miatt, amikor elindul az a sor 6-os rába motor, nem tudom, hogy hány év állás után, és hogy milyen hangja van egyszerűen, aki nem csak hogy a mezőgazdaságot, meg nem csak hogy a rábát, meg a magyar gépeket szereti, hanem aki egyszerűen a benzingőzt, meg a gázolajnak az illatát, meg gyakorlatilag ez ilyen technokrata beállítottságú, annak az a hang szerintem, ha nem okozza azt, hogy borsozik a kezén, meg a hátán tőle a bőr, akkor az ott valami nem stimmel. Komolyan, azt mindenképpen mindenképpen nézzétek, meg lerakom a izét, megpróbálom, hát lehet, hogy elfelejtem a linket lerakni a leírásba, de keressetek rá, újra szól a hathengeres, és nézzétek bele oda, ahogy amikor elindítják, érdemes az egészet természetesen, meg egyébként van olyan videója, hogy az apukája, az rábás volt a TSZ-be, ugyanott, egyébként, ahol az én faterom, hát ugye a végén már takarmányos, de egyébként traktoros, és a apukájának a rábáját is megveszi, valószínűleg gondolom megveszi,
és ugye a régi a TS-ből áthúzza saját maga telepére. És a, például van egy 250-es rávai, az is egy ilyen olyan szinten felújított, és ugye ott is végig van egy sorozat vive róla a felújításról. Olyan szinten felújított, mint amikor kijött a gyárból. De úgy, hogy a motorját azt nem tudom, hogy milyen céggel újítatta fel, a külseje az hibátlan, tökéletes állapotban van. És ja, és igen. És érdemes megnézni a videóit. Ja, és ő feliratkozott rám. Durva, mert a szomszéd faluban lakik. Lehet valószínűleg, hogy az édesapja az ismerte is az én édesapámat. De érdekes, milyen kicsi a világ. És ugye nekem ugye mindig kidobja, hogy kik a új feliratkozók, amikor belépek a YouTube stúdióba, ahol ugye rendezem, töltöm fel a videóimat, és ott látta, nem látom, úristen. És én évek óta egyébként szoktam kommentelni a videóihoz, meg így nézem őket, de hát nagyon ritkán ilyen éves szinten maximum egy-két videó kerül fel, szóval szóval nem a YouTube-bal foglalkozik, hanem mezőgazdasággal foglalkozik, csak amit úgy gondolja, hogy érdekes, meg úgy megosztani másokkal, az úgy néha kiszok kerülni. Értitek? Hát például a Magyarországon egyetlen gyártott Rába 240-es, egyetlen, szóval egy darab prototípus volt belőle. Arról egy videó azért az nem rossz, hogy fölkerül, hogy megmentik, és nem a mostelepen vágják szét, értitek? És olvasszák be, hanem kihúzzák a sárba, szó szerint, mert így bele van rohadva a sárba, és akkor látod, érted, hogy olyan kezekbe került, hogy megmenekült. És ez tök durva, mert belegondolsz, ha nem menekül meg, akkor mi történik vele? Eltűnik. Tehát soha büdös életben nem lesz Rába 240-es, mert nem lesz több. Mert egy darab készült belőle, valószínűleg már soha nem fogják meggyártani, szóval az olyan, mint egy kialó, mondjuk egy faj, érted? Én remélem, hogy érted, mire gondolok. De olyan, mintha eltűnne az utolsó Golf 2-es, és soha többé nem lenne Volkswagen Golf 2-es. Ugye képen meg tudnád nézni, jó van, volt valamikor Golf 2-es. És ebből meg egy darab van, és gyakorlatilag azt az egyet ugye sikerült így megmentenie. Ezért szerintem ez hihetetlenül jó dolog, hogy ez működik. Egyébként a 240-es Rába, az ugye konkrétan egy 180-asba rakták bele ugye a nagy motort, nagy sorhatot, és ezzel próbálkoztak. Ugye. De hát ebből több, azt hiszem, hogy nem is készült, egy darab prototípus készült. Talán ezt is, most lehet, hogy valahol olvastam, vagy keverem valamivel, vagy egy 180-asra keverem, de ugye talán nem is mezőgazdaságban használták, hanem valami más célra legelőször. Na, ezt be fogom önteni a sílóba. Mert? Na figyelj, és akkor itt át tudok ezen a csövön menni? Át tudok. Jó, mert ezt jó tudni, hát most... Ez van. Oké. Okay. És akkor... Hoztunk ide egy kis szemölt. Na. És mi a... Érdekes. Az néha érdekesebb működik. Ez az ifa. Mi a szar van? Hát figyeld! Why? Why nem jó? Most mi a franc van ezzel? Nincs is izé? Kitöltés ide. Ó, oh, agyra vagy meg! Ja, ez az ifa egy kicsit érdekesen működik néha. nem, néha. Így a kabinnak középen kell lenni, azt akkor tölti ki csak. Jó, a gyerekek, ez megtörtént, ott meg ki tudok menni a végén. Egyébként egész jó fel van építve ez az egész. No, hát azért pénzt nagyon nem kapunk, de sajnos. De hát legalább lesz az állatoknak, hogy várja, félreállunk egy kicsit, bár erre nem járnak ezek. És akkor kellene beszállítani, nézzük meg, hogy melyik van, kevés van. Egyébként ennél is csak 1500 van. Ennél is 3600. Ennél meg 4300, abban ugye nem fogunk tudni berakni, amíg nem lesznek csirkék, ugye ezt ne felejtsük el. De az a lényeg, hogy akkor igazából minden egyébe kéne vinnem. Na nézzük meg, hogy ez hogy fog működni. Jó, hát ez eléggé szarul működik egyébként ez az eres. Eres! De, hogyha nincs semmi az elejében, akkor egész jó. Ja, hát akkor hogy én vagyunk? Oké, búza, indítás. Meg ugye 3000 liter, azt hiszem.
Ja, ennek íze is? Miért? Ja, az egy fa. Mondom, mi az? 2500 liter. Ez itt tök jó. Na, nézzük, akkor ez előre billen. Egyébként jó lenne ez a gép, mivel ilyen nagyon kis fülge, meg így ugye tök könnyen ide tudsz állni mindenhova, hova akarsz. Például, hogy ezt ugye ide állok, előre leburítom, hogy kell. Na, úgy. Elég lassan, és csúszkál, mint a... Biztom a jégem, bazza, küzd. Folyamatos korrekcióra van szükség. Nem tudom ezt, mit lehetne csinálni, pedig ez nagyon tetszik ez a gép. Oké, okay, ennek hoztunk, akkor vigyünk a másikaknak is. Mi ja, nagyon csúszik az eleje, az történik egyébként. Na tudod, nagyon ortolós az egész. Nem megyünk arra most, ha már áll a gép. Ja, ilyen nagy... Nem tudom miért csúszik. Olyan, mint a levegőben lenne egyébként az első kerekön. Nem megyünk erre. Ugye itt csak a tyúkokon keresztül tudom. Lalalalalalala. Hát ezt is meg kell csinálni, figyeljetek, ez a pénztermelő. Pénztermelő állataim. Balra. Tök jó, meg van csinálva, hogy itt egyből a fal mellett, szóval nagyon nem kell menni. Hát de nem tudsz vele fordulni, ne jön meg. De idegesítő. Ne csúszsz el el, bazd, akkor olyan mondom. Nem hiszed el, hallod, nem fordul, hanem... De nem fordul, nézd meg! Inkább ellentétesen csúszik. Álljál már meg legalább. Azt a betyáró istenet. Borzalom. Nem hiszem el, hogy ez nem jó. Ez megint a Real Honda-val veszik össze, de tök idegesítő. Ezek a nagyon gyenge, nagyon könnyű gépek, de Real Honda-ban nem nagyon működnek jól. Nem tudom, most azon gondolkozok, dobjak egy súlyt a hátuljára, de akkor az eleje nem fog változni, bár aztán ebben a játékból kinézek el minden. Na, vigyünk még egyet. Gondolkozok rajta, hogy megpróbálok súlyt dobni a hátuljára, mert figyelj, nem biztos. Tudom, hogy elvileg akkor még jobban kiemeli az elejét. Annyit vágok a fizikából, de nem biztos, hogy ebben a játékban is normálisan működik. Lehet, hogyha megterhelném, keményen a súlyjal a hátulját, lehet, hogy jobb lenne. Na, meg akkor még kell a túloldaliba, ugye? Tudom, hogy elkezd csúszni. Keletbe rakod a kormányt, elkezd csúszni. 2500, nagyon király. Nagyon-nagyon szenvedés ezzel a géppel. Tényleg valami, valamit kéne hátuljára akasztani, egy kicsi súlyt, vagy valamit. Hát, ha jobban működne. Na. Viszont meg is érkeztünk. Viszont ez baró jó lenne egy ilyen, látod? Ugye nem kell pótkocsival vinkornod, egyenesen bász, és akkor ki tudod önteni. Azt kell csinálnom, még fölveszek belőle, elvileg még van ugye benne, azt meg az utolsóba be tudnám önteni. Ez különben tök jó el a gép, tök jó modell, csak a Real Honda-val nem nagyon szeretnek együtt dolgozni. És nézd meg, most meg jól működik, valamikor jól működik, valamikor nem. Legvállalatlanabb pillanatokban képtelen fordulni. Hát az elejére sajnos nem tudok súlyt rakni, úgyhogy az felejtős. Még marad is búza, jó van, oké. Okay. Na gyerekek, ez tök jó, hogy itt ez a siló, mert itt tök jó, könnyen el tudom osztani. Azt a betyár. Nem is telep meg, mi? Az a baj, hogy ezt nézd, mit művel. És egyszerűen nem tudsz vele mit csinálni, nézd meg. Nem, már komolyan mondom, hogy megőrülök veled. Mennyi egyenesen egy kicsit. Nem tudok azért bazza vele itt. Mi van? Mennyi van? Ja, rajtunk van, jó van, de... Jó van, mondjuk... Ez oda megyünk, és akkor ugye már csak bele kell öntenem, hogyha meg lesznek a csirkék, ezzel gondoltam. Érdekes, olyan, mintha nem lenne tele, az tévesztett meg egy picit. Jó, azt itt hagyjuk. Nem tudom, hol álljuk meg vele, remélem nem fog elmászni, vagy valami ilyesmi.
Oké, talán nem lesz belőle gond. Oké, legalább lekötöm a búzát, bazze. Az a biztos. Nézd meg, és csúszik mind az őrült. Az első kerekek konkrétan így csúsznak. Álljál meg! Föltől várlánk, bazze. Komolyan mondom, hova mész? Ez borzalom. Á, nem hiszem el. Jó. Ne is idegeskedjünk ezen. Pénzt kellene csinálni. Jó, inkább megyek innen komolyan, nem nézem ezt végig, hogy ez itt evickél jobbra-balra. Izé kellene. Nézzünk, menjünk vissza ebbe. Aratást be kéne fejeznem, ha már egyszer, nem? Aratást befejezem. Figyelj, akkor már legyen meg az aratásom. Frost se vegye meg, nekem kell úgyis fejeznem be. A rohadt életbe, gyerekek, hát a holnap sorskártya húzás, hát remélem, hogy már tényleg nem fog az történni, hogy... Figyelj, és akkor ezt a kombájba beisentem. Úristen, hát nekem kellett learatnom az egész földet. Gépi munkás nélkül, tehát édes Istenem. De egyébként elég sokat csináltunk, elég sokat haladtunk. Mennyi pénzünk van? Van 11 ezer pénzünk. A szalmát, hát figyelj, van a legalább... Ezen van, úristen, ezen van három hamsternyi szalma, 140-nel megszorozva, az 12 000 minimum. Egy kocsival, akkor az... Mi a? 12 000 van egy kocsival, csimán. Akkor az van... Meg ugye tele van már az, majdnem. Akkor az 4, az 48 000. Olyan 45-48 000 le fog jönni szalmába. Erről a földről. Ami jó. Jó, 11 ezer meg 48 ezer, ez ugye 50-60 ezer körül van, abból bőven meg tudom menni a csíkéket, mert az kell, az kellene, egyébként a csíkéket kellene megvenni. És akkor utána, ja, a csíkéket, utána ugye el kellene vetni, el kellene, hogy le kéne kultiválni, el kellene vetni, és akkor ugye megint pörgetni tudunk az időben, nem akarok pörgetni úgy az időben, hogy nem dolgozok. Ugye arról beszéltünk, nem lesz az, hogy én most itt 3 vagy 5 napig pörgetem az időt, aztán eladom a tojást. Nem, hanem csak akkora indok volt. Ezt nem tudom hangsúlyozni. Elégszer, hogy ne legyen az, hogy... Mert ugye tényleg, igazából csak annyit kellene, hogy hordom be nekik a búzát, meg pörgetem az időt, és már is ugye... gyakorlatilag bármennyi pénzt ki tudsz termelni a tojásból, bár ugye mondtátok, hogy le fog esni az ára előbb-utóbb, szóval ne lepődjek meg. Egyébként akkor azt fogom csinálni, hogy betárolom, de úgyhogy akármennyit, 100 000 tojást, vagy bármennyit, vagy milliónyi tojást is betermelnek, és megvárjuk, hogy újra felmegy, és akkor eladjuk az összeset, millió tojást, vagy bármennyit, 20 raklappal, 50 raklappal, és akkor utána igazából annyira nem sürgős, hogy pénzt csináljak, hogyha már meg lesz úgy nagyjából mindenem, hanem az a lényeg, akkor termelem szépen. Mindegy, hogy mikor adod, de figyelj, a legutolsó részben adnék el 990 milliónyi tojást, akkor is az ugyanaz lenne, mint hogyha eladnám most. Csak épp ugye azért érdemes előbb eladni, mert akkor hatékonyabb gépeket tudsz venni, nagyobb földeket, úgyhogy ezért egy kicsit, ezért jó lenne, de egyébként ha ezt így végig sikerül megvennem, ugye ezt a földet meg a mellette lévőt, ami egyáltalán nem lesz szerintem nehéz, akkor már extrém, itt extrém mennyiségű cuccot tudsz termelni, itt ilyen fél és egymillió között fog kijönni azért csak a gabonából az eladás. Úgyhogy itt már megint borzalmasan nagy pénzeket fogunk termelni. Ó, de jó. Nya. Jó, én akkor figyelj, megyek is vissza mind az állat. Figyelj, megvan az elő, hogy nem kell 2 kombányt bevinni. 2100 liter, beengedem egyből a sílóba. Ja, írta valaki, hogy nagyon rendetlenség van a telepen. Nem bocs érte, ilyen pörgök mind a trágya szóló. Majd rendet rakok, hogyha lehet gépi munkással dolgoztatni. Egyelőre most hatékonyságra megyünk rá. Hogy is mondják, mi a hatékonyság? Idegen szóval még. A izébe volt, mindig eszembe jutott be a filmbe a... az életre valókba. Életre valók, nem valaki... Életre valók című filmet valaki nem látta, az mindenképpen nézze meg. Azt most mondom, hogyha te nem láttad az életre valók, nézd meg, életre valókat, nézd meg és nem fogsz csalódni. Szerintem az a film, amiben egyszerűen nem tudsz csalódni, az mindenképpen egy jó emlék. Az komolyan, nem sok olyan filmet tudnék mondani, hogy bátran merném ajánlani. Az igen,
öcsém. A Combine az tudja dolgát, fölökte mind a szó. Ja, nem sok olyan filmet tudnék ajánlani, amit teljes szívből azt tudnám rá mondani, hogy ne, ember, nem fogsz csalódni, az életre valók az pontosan olyan. Engedd ki a buszat! Igen. Oké. És akkor ez, megint a... Most már rakhatok ide dolgokat. Úgyne. Valaki írta egyébként, hogy ennyi erővel mindig beolthatnám ide, és akkor akkor adnám el, amikor legjobb ára van. Hát, ha tudod ki. Még egyszer én ide nem csinálok ilyen meg extrém méretű depókat. Viszont megőrülünk. Megint tényleg, majd rendet kell rakni egy részbe, amikor majd vettek vagy valami csodálnak, akkor ugye rendrakási lesz. Meg ugye természetesen valószínű, hogy fogunk hátrafele még tervezkedni. Például siló bővítés tök jó lenne, meg nem is tudom, még néhány dolog. Egyébként arra kíváncsi lennék most, hogyha ebbe mennyit tudok betermelni ebbe. Ebbe akkor gyakorlatilag 30 ezeret tudok ugye betermelni. Ebbe, egy másikban is külön 30 ezeret. De érdekes, hogy egybe írja ugye, ez fura. Gondolom az csak ilyen informatív dolog, hogy azért írja egybe, hogy értsed, hogy mennyit van. Jó öreg! Kirovetsz! WB! Egyébként úgy... Nem tudom, hogy... Ja, beszélhetünk erről. Ugye az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban igazából nem arról szeretnék beszélni, mert nem hiszem, hogy csatorna témája lenne. Igen, nem is akarok én ebbe belefolyni. De viszont nagyon sokan támadnak olyan embereket, azt vettem észre, az a durva, akik rajonganak az orosz cuccokért. Tehát mondjuk orosz traktorokért, orosz autókért, orosz órákért. Én ben vagyok olyan csoportban, ahol orosz órákkal foglalkoznak, szovjet órákat adnak, vesznek, vagy ilyen járművekkel foglalkoznak. És az a durva, hogy látom, hogy támadás ér olyan embereket, akik például szeretik mondjuk a Ladát. De hát, őneki mi köze van ahhoz, hogy orosz-ukrán konfliktus van, érted? A magyar srácnak, aki nem érdekli az orosz-ukrán konfliktus, nem is foglal állást ez ügybe szinte, hanem egyszerűen szereti mondjuk a Ladákat, és emiatt ő konfliktusba kerül emberekkel, ő támadják, mert csak annyi, hogy már a ruszkő gőzőjön. Hát bazzeg. Ez tényleg körülbelül olyan, hogy azt hiszem, hogy az új FIFA-ba csinálják meg azt, hogy teljesen szankcionálják, tehát a szovjet bajnokság, szovjet csapatok azok, vagy az orosz csapatok azok nem lesznek benne. Hát most szerencsétlen, szegény orosz játékos, az mi a szar tehet róla? Ki tudja, hogy milyen világnézete van, hogyan viszonyul ez a konfliktushoz. Lehet, hogy tök ellenzi ugye az egészet, meg lehet, hogy tök nem érdekli, vagy biztos érdekli valamilyen szinten, de ő mi a szar tehet arról, az orosz játékos, hogy ez a konfliktus van. És azért ugye ki van tiltva az összes, a FIFA-ból, nem lesz a FIFA-ból bazzer, nem lesz orosz csapat. Why? Mi? Hogy? Meg sporteseményekről tiltják ki a sportolókat. Én értem, hogy mit tudom én, csúnya dolgot csináltak, meg nem jó, meg minden, de annak az embernek mi köze hozzá? Mi köze annak a sportolónak? Vagy mi köze egy színésznek? Ahhoz a izéhez, ahhoz a... Hogyha nem is például állás se foglal, lehet, hogy meg se hallgatják a véleményét, lehet, hogy tényleg, lehet, hogy tök ellenzi az oroszok által indított offenzívát, érted? És mégis... Mégis ki van tilva. Úgy gondolják, jó. Ezeket a dolgokat nem értem, és igazából most arról jut az eszembe, jó öreg Kirovetsz. És akkor már nem divat, már nem szabad azt mondani, hogy húre, milyen kajagépet gyártottak, meg hogy milyen kajagépeket csináltak, meg hogy ebben jó voltak, abban jó. Most akkor ezt már nem szabad. Már nem lehet pozitív véleményt alkotni egy szovjet traktorról? Ez egy kicsit olyan... Én nagyon-nagyon megértem, hogy ez nagyon rossz dolog a háború. Viszont nem kellene olyan ilyen szinten átszőnie a közvéleményt,
meg ennyire kivetíteni minden egyes polgárra. Például most tudom, hogy a második világháború, ugye, ja, ezt le tudjuk sarkítani például őrájuk. Ők a nácik, ugye a németek voltak a nagyon rossz fiúk, ők ugye tényleg rettenetes bűnöket követtek el, ez tény. Szóval ezzel ne is vitatkozzunk. De attól még lehet, hogy a Kovács Klári, vagy a mit tudom én, vagy Hans Jürgen, aki éppen ott paraszt volt és dolgozott a földeken, és nem is biztos. Nem is biztos, hogy az ideológiával egyetértett. Lehet, hogy tök ellenezte is. Igazából is meg lett pecsételve. Ugyanígy ezek a sportolók, meg ugye most ezek a gépek például, vagy azok az emberek, akik ezekért a gépekért rajongolnak, vagy éppen bármiért is, ami orosz, azok már egyből ilyen diszkrimináció áldozatai lesznek, mivel egy orosz dologért rajongolnak, érted. Vagy éppen ugye, mert oroszok, mert olyan, abban a csapatban játszanak. Ez borzalom egyébként. Ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tényleg szörnyű azt látni, hogy van olyan ember, hogy úgy rajongol, mit tudom én, az orosz autókért, Ladáért, vagy mit tudom én, akármiért, Volgáért, és akkor akkor betámadják, hogy jaj, hülye ruszkik meg Bazzal, mit tehet? Ezek 1970-valahányban legyártották az autót, ami neki tetszik. Hát mi köze volt akkor, mi volt még akkor az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban? Még semmi, de mostanival persze. És akkor most így fölkapják ezt, ilyen kontextusba is belevízik ezeket a bűnöket akár, amit elkövetnek ők. Jó, adjuk is azt a témát, csak gyűjtő ezt látni néha. Hogy nem tudnak egyszerűen elvonatkoztatni dolgoktól az emberek. Most olyan, nem is tudom, mint hogyha... Fú, bazán, nem is tudom most. Mit mondanék? Most például nem ismerném el mondjuk egy kollégámnak, aki mondjuk CNC, és ugyanazt csinálja minden, nem is ismerném, ő egy nagyon jó CNC is lenne, képzeljétek el, egy borzalmasan jó CNC is, jobb akár, mint én. De mondjuk, tudom én, megverte az asszonyt, és ez kiderül, hogy megverte az asszonyt, és én attól még az ő munkáját az teljes mértékben elismerhetem, mondhatom róla azt, hogy ő egy nagyon jó munka, nagyon jó CNC is, de hogyha azt mondanám mondjuk róla, hogy egy nagyon jó CNC is, akkor egyből betámadnának, hát mondom, verte az asszonyt. De hát attól még egy jó CNC is, attól még az oroszok rohadt jó gépeket gyártottak, meg mit tudom én, csomó mindenben tök jó volt. Attól még, hogy valamibe hibáztak, vagy rosszat tesznek, attól még ezeket az érdemeket, ezeket nem kell így egyből lesöpörni az asztalról. Azok az a játékos, attól még lehet egy nagyon jó játékos, azért mert orosznak született, vagy éppen abban a csapatban játszik. Ja, ez nagyon érdekes. Jó, témaváltás. Lassan egyébként, ja, hát ezt a izét el kell. 35 ezeret minimum össze kéne szedni, ugye abból már meg a tyúk. Jó, abszolút számoltunk ezelőtt is 35 ezerből. Hát akkor ugye ezt még egy hamsterre elviszünk, és akkor meg is van a tyúk. Egyébként tök jó így mondjuk nem látni, hanem így látni, hogy rajta van a váltónak ez a csávónak, olyan jól van csinálva. Látod? És egy kézzel fogja a kormány. És ez szerintem ez be van állítva, a modern ezt is megcsinálta, mivel azt hiszem nem így ül gyárilag. Hát nem is ott van a változó, ahogyan is ülne ott, úgy, minden traktorba. Úgyhogy ez direkt még ez a Pirovetshez készült egy ilyen dolog. Ja, és még mindig nem frissítettem le a modokat, elnézést. Modpack egyébként lesz majd megint új, természetesen. Most ugye valaki felhozta, hogy miért nem volt multi érvégén, hát ugye nem azt a sorskártyát húztuk. Nem tudom, nekem a multi az egyébként arról beszéltem már ez alatt, hogy eléggé olyan kemény, nehéz összehozni. Nem tudok előre dolgozni, akkor mindig így szétcsúsznak a napjaim, mivel akkor ugye nulla résszel tudok előre dolgozni, egyel se. Pont néztem egy videót, és mindig belenézek neki, nem akarom emlegetni, vagy nem tudom, nem. De most nem azért, mert negatív kritikával is illetem néha, azt azért nem akarom emlegetni, csak néha belenézek. Ilyen, nem tudom, hogy mondjam. Így kíváncsi vagyok arra, hogy videózik más, és ő például ilyen múltkor említette, hogy ha van egy ötlete,
És várjál, és mit mondott? Hogy fölveszi, és egy hónap múlva majd akkor ki is kerül már. What? Egy hónap, és így mondta, hogy egy hónapra előre veszi fel a videót. What? Hónapra? Egy hónapra előre? És akkor így, mondom, akkor az érdekes, mondom én nekem ilyen izé. Ugye például, hogyha csinálom ezeket a multis dolgot, akkor egy, 2 órával előre tudom fölvenni a videót. Meg hát, ja, nem, azért is nem jó előre felvenni, mert nagyon sokkal, mert akkor ugye nem tudsz reagálni a kommentekre. Most ugye, mivel 3 rész ment ki a hétvégén, meg megint ugye vasárnap is több, emiatt előre kellett dolgoznom természetesen, nem tudom azt csinálni, hogy kirakom reggel 7-kor a részt, utána gyorsan fölveszem, és akkor kirakom már délbe, az úgy nem nagyon működik, mert addig nem jönnek kommentek, érted? Most nem akkor jönnek meg a kommentek, amikor kirakom egyből, hanem szóval ugye egy nap leforgása alatt kb. Vagy lehet az több idő is. Szóval ilyenkor egy kicsit megcsúszok a komment olvasással. Nem vagyok teljesen nem napra kész, hanem részre kész. Napra kész az, hogy általában vagyok, mert egy-két nappal előre semmiképp nem vagyok előre. Mármint egy-két nappal előbb nem veszem fel a részeket, szóval a kommentekre azért tudok mindig reagálni. Egyébként ahhoz, hogy ilyen intenzitásban csinálod a videót, szerintem nagyon kell élvezni a játékot. Pont azon gondolkoztam, hogyha nem élvezném, akkor ezt nem tudnám ilyen intenzíven csinálni, hogy ugye szombaton 3 rész meg ilyenek kerülnek ki, azért ez elég epik. Elég epik az, ugye nekem is a 3 rész, ja nem, 3 rész került ki szombaton, plusz egy SnowRunner, és kiszámoltam, hogy ezek a videók összesen voltak 4,5 óra, és nekem az ugyanúgy, nekem az nem hogy ugyanúgy, mert azért valamikor lehet, hogy belepörgettek, sőt, ugye biztos, meg átlépitek, de nekem az 4,5 óra fölvenni, konkrétan 4,5 óra, egy nap. Mármint az egy nappal előtte nap, pénteken, én 4,5 órán keresztül vettem fel azokat a videókat, plusz indexkép szerkesztés, plusz feltöltés. A feltöltésre minimum számolhatsz ugyanennyit, az indexkép szerkesztésre 4 videónál biztos, hogy beletelik legalább fél órába, úgyhogy ilyen 9 óra munka. Jó, feltöltés az nem konkrétan munka, de hát elindítod, megcsinálod a cím, meg minden, 5 óra, á, nem, 4,5 órából szerintem 6 óra meló biztos van vele egy nap. Nem, ezt nem, most nem panaszkodok, csak hogy belegondolok, hogy úristen, 6 órán keresztül egy nap, 6 órát rászállok munka mellett. Fú, gyerekek. Néha magamon is meglepődök. És, na, és arra akartam kiukadni, hogyha nem élvezném bazzá, akkor ezt nem tudom, ezt hogy lehet megvalósítani. Hát ez, hogy szokott az történni, amikor nagyon nem élvezem a dolgokat, akkor 3 hónapig nincs videó, mi? De egyébként nálam mindig az van. Ilyen 2 hónapos kihagyások szoktak lenni. Ezután azt meg fogom ígérni, ezt a sorozatot én semmiképp nem fogom abba hagyni, azt, amíg meg nem csináljuk, ez most egy ilyen nagyon presztízs nekem. Saját magamnak, nem az, hogy másnak akarok bizonyítani, hanem magamnak akarok bizonyítani, de hogyha valamikor is el fogok tűnni hetekre, vagy napokra, vagy hónapokra, akkor mindenképpen fogok erről szólni. Ezután azt is megfogadtam. Ugye volt ez a videó csatorna jövőjéről, abban volt is arról szó, hogy mi az, amiket akarok változtatni csatornában kapcsolatban. A többek között ezek, hogy a sorozatokat próbálom befejezetnek megcsinálni, vagy pedig, hogyha nincs befejezve, akkor minisorozat téma indításnak. Mert ugye az a baj, hogy sokszor így úgy vágok bele egy játék sorozatba, hogy sorozat első rész. Mert nem sok értelme van, lehet, hogy megunja az ember 2 rész alatt, és hát nem nagyon lehet tudsz tenni. És akkor ezután ugye most már arról van szó, hogy ugye mini sorozatokat csinálunk 1-2 rész, és aztán, hogyha beleunok, akkor az konkrétan akkor úgy legitimizálom az, hogy vége lett, mert mini sorozatként indul. De igazából ennek van így értelme, én úgy érzem, mert hát senki nem tudja azt megtenni, hogy most én elkezdek egy játékot, és nem tudom előre, hogy ez nagyon le fogja kötni 100%-ra, és abba akarom hagyni, akkor mit mondok? Sorozat vége 3 rész múlva? Igazából ez a mini sorozat szerintem ez egy ilyen megoldás az egészre. Na gyerekek, egész jó haladunk, ugye ezzel az eladással meg leszünk a
meg lesz a csirkék, és akkor már 2000 darab csirke termeli a keepernek a pénzt. Gyereke, 2000 darab csirke. Hallod, hülye vagy? Keeper, te egy állat vagy, 2000 darab csirke. Meg még két ólat mindenképp veszünk, tehát akkor 3000 csirke az a minimum. Az a minimum, tehát 3000 csirkénél meg fogok állni, és akkor ugye földvétel lesz, meg akkor jön be pénz, valószínűleg gépcsere, földvétel, ezek fennek ezerrel. Köszönöm a modokat egyébként, amit küldtek, vetőgép modokat is küldtetek, közi. Fogom őket alkalmazni, csak most, amikor ugye még nem annyira van rá szükség, addig így el vagyok ezekkel, amik vannak. Jó. Na gyerekek, akkor megyek is én már ezerrel artikokhoz. Ugrassunk ebbe. Hallod, figyelj, eddig lejött. Jó, hát ez rohadjál meg itt, hogy komoly. Há? Ezzel valamit meg kell, lehet, hogy egy súlyt fogok venni, ezt megpróbálom. Lehet, hogy el is megyünk, aztán, figyelj, ha nem jó, akkor eladjunk, vagy valamit csinálunk bele. Na, vehetjük a csúkokat, ugye, csíke. Fehér csirke, mert elvileg 35 ezer körül kell lennie. A fehér csirke megvétele nagyon megy. A keepernek. A fehér csirke megvétele nagyon megy. Azt hiszem 35 ezer volt körülbelül. 37 ezerünk van, úgyhogy jó. Ugye írja, hogy saját állatodat saját mellemével szállítod, akkor ugye nem kellene szállítási költséget fizetni. Hát nem tudom, hogy hány fordulót kéne vinnem. Egyébként default, tehát modulatlan csirke szállító jármű nincs. Erre nem készültek fel a készítők. Nincs. Modolt lehet, hogy van. Van is egyébként, láttam, de nem fogunk azzal vinkolni, inkább kifizetem a szállítás állát. Ez nem cheat, ez kifizeted. Oda nézzük, azért ez nem kevés, amennyi pénz. Mert ez egyébként, amennyit megvettem csirkét, most a közhez beszorzott 35.004, akkor már ilyen jó sok. Ugye 140 ezerbe került az összes csirke. Ugye van olyan sorskártya, hogy pusztítja a csirke, vagy az állat állományát. Valami betegség terjed köztük, és emiatt leesik 20%-kal, vagy mennyivel az állomány. Hát ha 20%-kal leesne az állomány, akkor elbuknánk, hogy 400 csirkét ma. Jó, megtehet. 32.500, rosszul emlékeztem. Meg is vagyunk, csirke, ugye lekapcsoljuk nekik egy villanyt. Tudok? Nem tudom, ez egyébként érdekes, hogy... Néha nem tudom, hogy kell. Kapu bezárása. A szarba van. Elég érdekes, ez soha nem találom meg. De vagy pont azzal is nyitod. Na. Switch, ott van, jó. Ja. Oké, kapcsoljuk fel, mert miért ne? Szerintem az nem eszik, egyébként több pénzt nem fog elvinni. Na gyerekek, indítsuk, remélem kijön innen. Amit megcsinálok, még hogy elmegyünk, megnézzük, hogy mi lesz akkor, hogyha veszek rá egy súlyt, mert egyébként ez egy borzalom. Hát, ja. Szívás a köbön, gyerekek, szívás a köbön. Úgyni. Ó, oh, yeah! Hát ott csúszik össze-vissza, jaj, meg kell tartani. Oké, okay, akkor ezek a csirkék is termelnek. Gyerekek, négy csarnoknyi csirke. Jaj, de jó, egyébként nem csesztem szét az utakat, aznak örülök. Na, megvagyunk. Levágtatok a izébe, a boatba, megnézem, hogy rárakok egy izét. Figyeljetek, van nekem egy súlyom, most úgy sincs használatban nagyon. Csak tudná, hol van az ember, valahol itt van ám. Aha. Nyomunk egy visszaállítást, azt ezzel ki tudom próbálni akkor. Igaz, hogy ilyen nagyon olcsó, de sporuló. Megint 5000 pénzünk van csak. Figyeljetek, gyerekek! Hajamajá! Apa. Hajamajá elkezdi, az mi? Ja, és itt ugye ezt a bolt melletti területet tervezem következőre. Egyébként ezek a területek, amik itt vannak, azokat meg lehetne másfajta állatokat tenyészteni. Jó, ezek a füves részek annyira nem használja fel a keeper, bár ugye ez jó lenne, nem tudom,
kaszálónak is jól lehet mondani, de hát azért tudok majd alkotni még valami. Na nézzük, így ez a belső rédet, ez jó. Egyébként a traktoron bírtam a belső rédetet mindig. Ez elkezdtünk egy sorozatot, ami szintén vagy négy részbe kezdett. Minden kell felvenni ezt. Na rohadtul kíváncsi vagyok, hogy valamit is változtat rajt, hanem akkor kukázni kell ezt a gépet. Na. Hát gyerekek, figyelj! Hűalod! Most már időjön, rendesen elemelkedik, amikor gyorsítok. Halál komolyan! Figyelj! Komolyan gyorsításkor elemelkedik az eleje. Na, várjál, megpróbálok. Nyomunk egy hátravelet, aztán gyors, kigyorsítok. Az eleve besküszöm elemelkedett az eleje, úgyhogy ez valószínű, hogy kaki lesz. Ó, az! Olyan orkögy jött húcs. Amúgy is az volt, most meg még jobban az lett. Hogy ez borzolom, ezt ide rakom ezt a... szemetet. Nem tudom, gyerekek. Mindjárt megnézzük a konfigurációra, valamit tudok ezzel kezdeni, de ez egy szörnyű dolog. Nem tudom egyébként flatbed-en mi jól működne, csak az a baj, hát azt megcseszhetem a flatbed-et, mert nekem ez kellene. Van dömper, van ilyen. Ez nem tudom, hogy ez mire jó. Mi van a platform 2. Hát ugye ez a flatbed, nem tudom, esetleg valami tortályt felrakni, nem. Szóval nem tudsz ezzel mi... Ah, jó, el is eladjuk. Nem tudom. Nem, egyelőre még nem adom el, most pont nem tudok más venni. De tudod, mit eladom a francba, ezt felidegesít. A izéknél voltam itt, gyerekek, a, nem tudom, az autóra vagy az egyébnél. Nem is itt. Talicska az mennyi ízés? Hány köbös? 120 liter, talicskázni nem fogok, arra készüljetek. Akkor itt az egyébnél volt? Nekünk. Ez a talicska. Ez 258 literes. Én talicskázzak, Mora, ne vicceljetek, tudod ki talicskázik. Ez 3 literes. 2500 literes, ilyen markoló. Itt van ez, 14000 ér egyébként. Ez lehet, hogy jó lenne. Csatolók. Ez mi? Ez nem bajom. Homlokrakodó csatolót is tudsz. Egyébként az jó lehet. A 1016M. Így örülne van fücsemben az olaj, hallod, de tipikál. És erre van izé, elvileg. Ilyen. Az arra való. Na, és ez mi? Miért van kettő fajta, ugyanazt tudja. Mit tudod? És ezt így föl tudod venni, meg ne is tudod rakni. Ez tök jó van. 2500-ba kerül. Szerintem itt az... Minden ugyanolyan. Nem tudom, hogy ez miért kettő van. Van teljes, azt a betyár, vagy ilyen vizes. Mert ugye ugyanazokat tudja kb. Vinni. Van ilyen, amelyikbe lehet teljes, meg mit tudom, víz, vagy mi az. Mert kaszát is tudna. Ez olyan sok minden van, gyerekek. Tartály. 1500 liter. Van neki még ilyen pauty. Ja, várja, valószínű, hogy a pótra lehet rakni az egyiket. Az egyik ilyen szart, ilyet. Elképzelhető. Hogy az egyik a pótkocsira való, a másik meg a izére. Normálra. Jó, a gyerekek szerintem. Franco egyébként. Lehet, hogy azt fogjuk verni. Bár nyugodtan írjatok, hogy mit javasolnátok. Mondjuk azt hiszem, hogy kaptam egy Rába 15-ös modot. Lehet, hogy a Rábát berakom aztán. Meg fogom keresni, és be fogom rakni. Azért egy magyar Rába 15 azt így élném. Igazából pótkocsi kell neki, de hát ez jó. Legyen. Jó, hát itt a csirke nagy hatalom az megindult, ugye? A gyerekek nagyon beteg. Amerre a szellát, Keepernek a birtokai lesznek. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként
jó, haladunk, én úgy jelzem. Akkor még mindig az a projekt, hogy akkor izé lesz, összeszedjük a szalmát. Most már a következő részben remélem, hogy tudok gépi munkással dolgoztatni, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy mi kettő csirkehol, és onnan terjeszkedni fogunk nagy üzembe, egészen ugye le a, itt 11-es, 12-es megvan, 9-es, 8-es, ezeket a földeket akarom megvenni. Úgyhogy addig nem csirkézünk, amíg földvásárlás nem lesz. Oké? Okay? Meg akkor ugye nagyobb gépek, meg ide már tényleg kell. És kérdezte Nigruskaja, hogy lesz-e modern gép, természetesen, sőt, modulatlan gépek is fognak lenni. Ahogy így terjeszkedünk, meg szükségeltetik nagy gépek, akkor mindenképpen fogunk olyanokat is venni. Figyeljetek, 100 részig majd megy még ugye a sorozat úgyis úgy, hogy még itt lesznek a különböző modolt retrogépek, onnan meg már ugye precíziós modern gazdálkodás lesz. Úgyhogy mind a kettő aspektusa így a játéknak végig lesz járva, lesz retro feeling, nagyon-nagyon, ugye na, erről beszéltem, ezt még hadd mondjam el, ugye erről beszéltem a legelején, amikor sürgettetek a legelején, hogy úristen, miért így, miért kézzel szeded be a krumplit, miért kézzel pörgeted ki, miért vödörre szeded föl a pótkocsira, miért lapáttal szeded a füvet, de, ugye, látod, és erről beszéltem a legelején, hogy azokat a dolgokat is ki kell élvezni, és azokat meg kell csinálni, és meg kell élni, mert azok a dolgok nem térnek vissza. Akkor mondtam régen, hogy el fogunk odaérni, hogy nagy gépekkel, rábával, mi nagy, tényleg modern gépekkel fogunk dolgozni. Az meg lesz. Azt el fogjuk érni, tehát az előttünk van, de visszafele nem fogunk fogni, tudni aladni az időbe, hogy szenvedjünk vödörrel, krumpli szeléskor, és 3000 liternyi krumplinak örüljünk, hogy végre sikerült eladnunk, és emiatt tök jó, mert így ebbe a sorozatba tényleg a legnullától indulva sorba megélünk mindenféle részét a farming szimulátornak, egészen addig, amíg ki nem akasztjuk azt a rohadt számlálót ott, amit a készítők arra gondoltak, hogy 1 milliárdnál többet nem ér el senki, vagyis normál esetben nem fogja kiakasztani azt a jobb felső számlálót, mi ki fogjuk akasztani mindenféle csit és mindenféle trükközés nélkül. Na, köszi a figyelmet, sziasztok!